2018. szeptember 25-én ez lesz az élőadás az Infobubble csatornán, és próbáltam kísérletezni a mikrofonokkal, de lehet, hogy ezt meghagyom a következő alkalomra, és az lesz az, amikor majd ezt ki fogom valahogy találni. Úgyhogy üdvözlet mindenkinek, aki már itt van, és egy pillanat türelmet kérek, csak még egy kicsit várunk, hogy csatlakozzon mindenki, aki szeretne, és aztán elkezdjük. Addig pedig... türelmet kérnék mindenkitől, és amennyiben bármi probléma van a hanggal, akkor mindenképpen jelezzétek azt nekem. Teljesen mindegy, csak hogy legyen valami fogalmam arról, hogy mégis milyen. De nekem egyelőre úgy van, hogy minden rendben van. Szóval ezúttal egy Elon Musk videót fogunk megnézni, illetve abból néhány részletet, mert úgy gondoltam, hogy amit ő mond, az mindenképpen érdekes lehet számunkra. Ameddig azonban még várunk, annyit hozzátennék, hogy a Nemek harca sorozat az folytatódni fog, legalábbis ez a terv. Szóval amennyire az időm engedi, ezzel mindenképpen szeretnék foglalkozni, ez egy nagyon fontos dolog. És úgy gondolom, hogy ez másként, illetve más megvilágításba helyezi ugyanazt a témát, amit már 2,5 éve ezen a csatornán, akik ezt követik, megismerhettek, úgy, mint az új világrendet, illetve azokat a változásokat, amelyek be fognak következni a jövőben. Szóval, úgyhogy ez folytatódni fog szépen lassan, illetve meg fogok próbálni egy másikat elkezdeni, eznek pedig már az első részét láthatták azok, akik figyelnek, ez pedig egy Illuminati üzenetek néven futó sorozat lesz, ahol megpróbálok filmekkel foglalkozni. Annyi szó esik a filmekről, hogy lehet, hogy érdemes egy külön videót rászánni egy-egy filmre, ezért gondoltam, hogy elkezdem ezt. Nem tudom még, hogy pontosan hogy, vagy milyen formában. Arra gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz, mint ami az utolsó Jedik esetében történt. Szóval ez az, amire én nagyjából készülök. Természetes, hogy ez alakulni fog az idők során, úgyhogy türelem. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy szépen, türelmesen várakozzon, és minden ki fog alakulni. Ha bárkinek valamilyen ötlete van, vagy valamilyen hozzászólása, javaslata ezzel, vagy bármivel kapcsolatban, akkor én nyitott vagyok arra mindaddig, amíg az valamilyen konstruktív dolog. Szóval az, hogy nem jó vagy jó, az igazából nem sokat segít nekem. Oké? Szóval én azt szeretném tudni, hogy mi nem jó, miért jó, illetve ezeket a dolgok. Az, hogy melyik filmről csináljak videót, arra tényleg nincs szükség, mert annyi van, hogyha mostantól kezdve az idők végezetéig ezt csinálnám, ami nekem csak fel van írva, akkor se fogyna el. Szóval arra igazából nincs szükség, úgy értem, mint javaslat. Persze nem mondom, hogy ne tegye senki, de abból nincs hiány. Oké? Szóval ez a két dolog, ez szépen folyamatosan menni fog, és természetesen a szokásos dolgok megy ez az élő. Nem tudom, hogy mikor fogunk elváltani erről a témáról, ami ugye ez a technológia és ezzel kapcsolatban bármi, de tulajdonképpen ezt is lehetne folytatni a végtelenség. Szóval éppen ezért
lehet, hogy el is kellene kezdenünk. Azok, akik nem ismerik Elon Muskot, nem tudom, hogy ők hol voltak eddig, de néhány dolgot fel fogok olvasni vele kapcsolatban, csak hogy mindenkinek legyen fogalma róla. Ez egyébként Joe Rogannel készült interjú. Ez egy elég új dolog, 2,5 óra, szóval akit érdekel, mindenképpen hallgassa meg, érdekes szerintem, és különös dolgok történnek ebben az interjúban, többek közt, ha jól értelmeztem, akkor viszkit isznak végig, persze nem a részegségig, plusz füvet szívnak, szóval érdekes az egész. De nem is ezért érdekes számunkra, hanem sokkal inkább az, ami elhangzik ott. Úgyhogy kezdjük el ezzel a videóval, és akkor közben, ahogy az lenni szokott, én megpróbálok hozzáadni majd bizonyos információkat az újságokból, de a helyzet az, hogy annyi cikket találtam a témáról, hogy nem is tudom, hogy ezt hogy lehet majd megvalósítani. De nézzük, és vágjunk bele egyből 13. perc, ahol elkezdjük majd ezt. Things are happening, and these robots are. Did you see the one where PETA put out a statement that you shouldn't kick robots? It's probably not wise. Ugye arról beszélnek, hogy ha ismeri, már nem tudom, hogy ki az, aki ismeri, ki az, aki nem, de PETA, ugye az állatvédő szervezet egy közleményt adott ki azzal kapcsolatban, hogy a robotokat nem szabad, ugyanúgy, mint az állatokat, bántalmazni. Most ebbe bele sem megyek igazából. For retribution. Their memory is very good. I bet it's really good. It's really good. I bet it is. Yes. And getting better every day. És arról beszélek, hogy a robotok memóriája az nagyszerű, és egyre inkább fejlődik. It's really good. Are you honestly legitimately concerned about this? Is like AI one of your main worries in regards to the future? Yes, it's less of a worry than it used to be, mostly due to taking more of a fatalistic attitude. A kérdés ugye az, hogy még mindig a mesterséges intelligencia, ugye, hogy az-e a fő probléma, vagyis ami miatt aggódik Elon Musk a jövőnket illetőleg. És arról beszél, hogy igen, bár most már elfogadta a helyzetet, hogy ezt ugye nem lehet megakadályozni, ezt a jelenséget, illetve ennek a fejlődését. Szóval beletörődött magyarán abba, hogy a mesterséges intelligencia idővel át fogja venni a hatalmat, az irányítást a világ fölött. So you used to have more hope, and you gave up some of it, and now you don't worry as much about AI. You're like, this is just what it is. Yeah, pretty much. Yes, yes. Yes, or not? But no, it's not necessarily bad. It's definitely going to be outside of human control. És arról beszél, hogy nem feltétlenül rossz maga a mesterséges intelligencia, de mindenképpen az emberi irányítás alól ez ki fog szakadni a jövőben. Szóval ez az ő elképzelése a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Egyébként felgyorsítottam másfelesre, mert különben persze nem akarom az egészet megtárgyalni, de elég sok jegyzetet készítettem közbe, szóval megpróbálok a végére járni, bár kizártnak tartom, hogy ez most megtörténik. Szóval azért gyorsítottam fel, azért ilyen furcsa, ahogy mozognak. Szóval nyilván nem így mozogtak. Mindjárt megtárgyaljuk Elon Muskot, de csak hallgassuk még egy kicsit. Unnecessarily bad, right? Yeah, it's not necessarily bad. It's just outside of human control. Now, the thing that's going to be tricky here is that it's going to be very tempting to use AI as a weapon. It's going to be very És ugye a probléma az, hogy nagy lesz a kísértés, amiatt, hogy a mesterséges intelligenciát fegyverként használják a jövőben. Szóval ez a probléma, ami számára egy aggasztó dolog, Elon Musk úgy értem számára. Very tempting. In fact, will be used as a weapon. So the on-ramp to serious AI, the danger is going to be more
humans using it against each other, I think. És arról beszél, hogy ez szinte elkerülhetetlen, sőt biztos szerinte, hogy a mesterséges intelligencia fegyverként lesz a jövőben használva, és az emberek egymás ellen fogják ezt felhasználni. Most likely. That'll be the danger. Yeah. How far do you think we are from something that can make its own mind up whether or not something's ethically or morally correct, or whether or not it wants to do something, or whether or not it wants to improve itself, or whether or not it wants to protect itself from people or from other... Okay, a kérdés az, hogy mit gondol, mennyire vagyunk távol attól, hogy valami olyasmit alkossunk, ami képes saját döntéseket hozni, morális döntéseket, illetve teljesen önállóan azzal kapcsolatban, hogy hogyan tölti be a funkcióját, úgy értem, mint a mesterséges intelligencia, illetve milyen kapcsolatban van az emberekkel, és függetlenül az emberektől. Szóval hol tartunk most? Ez a kérdés. AI, how far away are we from something that's really truly sentient? Well, I mean, you could argue that any group of people, like a company is essentially a cybernetic collective. És arról beszél most, ami tőle már elhangzott többször, legalábbis én hallottam már számos alkalommal, hogy egy cég az gyakorlatilag egy kibernetikus organizmus, ugyanis emberek és robotok, illetve gépek összessége alkotja azt. Érdekes, ahogyan ő gondolkodik erről az egészről, szerintem sokkal tovább megy, mint ahogy egy átlag ember hozzááll ehhez, ami érthető is ugye a pozícióból fakadóan, amiben ő van, de nem vagyok benne biztos, hogy a legtöbben így gondolkodnak a mesterséges intelligenciáról, hogy egy cég mondjuk az ebbe a kategóriába tartozhat, úgy, mint egy vegyes létforma. Of people and machines. That's what a company is. And then there are different levels of complexity in the way these companies are formed. And then there are sort of, there's this sort of like a collective AI in the Google sort of search, you know, the... És most már arról beszél, hogy például a Google kereső az egy mesterséges intelligenciáknak a gyűjteménye, tulajdonképpen az az algoritmus, ahogyan a keresés történik, illetve maga az egész cég az tulajdonképpen ez. Azért is akartam felgyorsítani, mert Elon Musk általában elég lassan beszél, de az baj, hogy ha nagyon felgyorsítom, akkor meg szerintem nem lesz élvezhető, úgyhogy egy kicsit visszavettem, de meglátjuk, hogy hogy alakul. Where we're also plugged in as like nodes on the network, like leaves on a big tree. And we're all feeding this network with our questions and answers. We're all collectively programming the AI. És azt mondja, hogy azokkal a keresésekkel, illetve maga az, ahogyan mi kapcsolatot tartunk fenn a Google-el, mint keresővel, az interaktív viszony, amit minden egyes ember fenntart vele, az fejleszti magát az algoritmust. Erről volt szó korábban, csak szeretném, hogyha mindenki látná, hogy azok az emberek, akik közel vannak a tűzhöz, azok gyakorlatilag mind egy és ugyanazt a dolgot állítja. Szóval lehet azt mondani, hogy ez egy összesküvés elmélet, vagy ez majd 100 év múlva, 1000 év múlva, vagy akármi. De annak ellenére mégis úgy tűnik, hogy az összes videó, amit megnéztünk, az összes újsághír, az ugyanazt a dolgot állítja. Még most annyit hagyd kérjek már meg, hogy a linket, aki tudja, ossza meg mindenhol, hogy ide találjanak azok, akik esetleg nincsenek itt, illetve azt írjátok már meg, hogy mi a helyzet a hanggal, lehet-e valamit csinálni vele, hogy jobb legyen? Hogy van-e valamiféle zörgés, ilyesmi? Erre kíváncsi vagyok, mert még egyelőre barátkozom ezzel az egésszel. Nem-e halk, hangos, akármi?
De folytassuk. And and Google plus all the humans that connect to it are one giant cybernetic collective. This is also true of Facebook and Twitter and Instagram and all these social networks. Sőt, most már azt állítja, hogy mindazok az emberek, akik használják a Google-t, illetve azok, akik használják a Facebookot, az Instagramot, vagy a Twittert, és ezek a programok, vagy applikációk együttesen alkotnak egy ilyen kibernetikus kollektívát. Ez pontosan ez az a szó, vagyis kifejezés, amit ő használ. Szóval a két fél, a gép, illetve az emberek, akik használják ezt, azok együttesen alkotják ezt a egy gyakorlatilag az ember, illetve a gépnek a keveréke. És szerintem ez egy nagyon érdekes megközelítése annak a problémának, amiről én megpróbálom az embereket itt tájékoztatni. Már most ott tartunk. Ezért mutattam meg a múltkor azt a fényképet az amerikai horror sztoriból. Most ez az az időszak, amikor megszületik ez az új világrend, illetve ez a rendszer, amit mindenki vár, hogy majd itt lesz egyszer. Ez a rendszer gyakorlatilag már itt van, és a technológia az, aminek a segítségével ez létre fog jönni, illetve létrejön. Nagyon gyorsan Elon Muskról csak tényleg két bejegyzést mutatnék meg, mert igazából szerintem fölösleges többet, valószínűleg mindenki ismeri. Ez a Wikipedia, Elon Musk ugye 1971-ben született. Egyébként ő dél-afrikai származású, hogyha valaki esetleg nem ismeri. Aztán 17 évesen ugye a legenda szerint innen ment az Egyesült Államokba. Ő volt az, aki a PayPal-t, a SpaceX-et, Teslát, illetve ha esetleg valaki ismeri Solar City-t létrehozta, illetve hát nagyjából működtet is, ugye PayPal-t már nem, hiszen eBay megvette, ha jól emlékszem, akkor másfél milliárd dollárért. SpaceX az, amiben még ő tevékenyen részt vesz, illetve Tesla ugye az elektronikus autókkal. Solar City-t azt hiszem, hogy a család működteti, szóval nem ő, talán az unokatestvére, de ebben nem vagyok biztos. Azt tudom, hogy a mindennapi menetében Solar City-nek nem vesz részt. Egyébként, ahogyan a nevéből is adódik, Solar City az napelemeket gyárt többnyire Teslának, de egyébként összevissza mindenkinek. Az új kezdeményezése az Hyperloop, ha esetleg lesz erre idő, bár lehet, hogy most megmutatom, mi a Hyperloop. Azt hiszem, erről is volt már szó korábban. Hyperloop az a vasúti tömegközlekedésnek a jövője. Nem tudom, hogy ismeri-e valaki, de arról van szó, hogy létre akarnak hozni egy gyakorlatilag, jó, felolvasom, utasszállító kapszulák egy légritkított csőben gyakorlatilag majdhogy nem vákumban haladnak, melyeket egy lineáris motor hajt meg. És ez a szállítási rendszer 1200 km per órás sebességet tenne lehetővé, úgyhogy ez nagyjából háromszoros, azt hiszem a leggyorsabbnak, de lehet, hogy négyszerese azoknak, amik ma elérhetők. Először, ha jól emlékszem, akkor valahol San Franciscóban szeretnék, hogyha ez megvalósulna, de nem fog ebbe most belemenni, ez Hyperloop. Ez egy valós dolog, legalábbis én úgy látom, hogy még amikor én először hallottam erről évekkel ezelőtt, akkor ez csak egy ilyen álom volt, vagy valami ilyesmi az ő részéről. Mára, ha jól látom, akkor ez működik. Úgyhogy ő tevékenyen részt vesz a világ átalakításában, és akit érdekel, van egy magyar nyelvű Wikipedia oldal Elon Muskról. Én azt mondom, hogy minden
ezek az emberek, úgy mint Elon Musk, de erről már volt szó korábban, teljesen mindegy, Jack Dorsey a Twittertől, vagy Zuckerberg a Facebooktól, ugyanolyanok, mint Edward Snowden, vagy Julian Assange, vagy az Anonymous, vagy az FBI, vagy a CIA. Ezek fiktív dolgok, amiket kitaláltak azok, akik ezt a világot uralják és irányítják. Nem azt mondom, hogy ő nem létezik, nem erről van szó. Én azt mondom, hogy ezek a szervezetek, vagy ezek az emberek, ezek így vannak koreografálva, hogy egy bizonyos üzenetet közvetítsenek a világnak. És szerintem Elon Musk az egyik olyan, aki ezt egyértelművé teszi, ugyanis ilyen nincsen a mesébe sem, hogy valaki ennyi mindent csak egyszerűen ki tud találni. Ez így van irányítva, és a helyzet szerintem összetettebb, mint hogy csak azt mondjuk, hogy ez egy intelligens ember, vagy őt így találták ki, megvan az oka ennek, hogy miért így, de erre tényleg nincsen idő, hogy ebbe belemenjünk most. Viszont még annyit megmutatnék vele kapcsolatban, hogy mi is az, amit Forbes közölt róla, csak hogy mindenkinek legyen egyfajta fogalma, hogy mekkora befolyása is van Elon Musknak. Ez a leggazdagabb emberek listája, ugye itt a Tesla vezetőjeként van feltüntetve Elon Musk, 20 milliárd dollár ugye az ő nettó vagyona, illetve hát értéke, ez 2018. szeptember 25, azaz ma. Ez nyilván a tőzsde alapján, illetve egyéb más adatok összesítése alapján. Egyéb listák, amikről itt szó van, 2018-ban, bocsánat, lehet, hogy ez az a lista, így van, ez a legbefolyásosabb emberek listája, 2018-ból 25. helyet foglalja el. Mindjárt megmutatom, hogy a Forbes szerint kik vannak a lista élén. 54. a leggazdagabb emberek listáján, illetve a Forbes 400-as listáján 21. a technológia iparágban pedig 12. leggazdagabb. Egyébként 47 éves, és Los Angelesben él. Úgyhogy ő nem csak egy jött-ment. Hogyha már a legbefolyásosabb emberekről van szó, akkor érdekes módon, azt nem tudom miért, de ezt megmutatom, mert szerintem más is lehet, hogy érdekel, nem csak engem, hogyha el tudom ezt a reklámot tüntetni, de nem fogom tudni. A kínai vezető az, aki ennek a listának az élén van, és ha jól láttam, akkor Vladimir Putyin a második, de nem vagyok benne biztos, megnéztem délután. Mindjárt megnézzük, hogy áll ez a lista. De nem nagyon akarja. Oh, de Xi Jinping Kínából, Putyin a második, Donald Trump, Angela Merkel. Én érdekesnek találtam, amikor láttam, hogy Jeff Bezos az Amazon tulajdonosa és elnöke az 5., Ferenc pápa a 6., Bill Gates, a szaudi király, azután India vezetője, a Google-től Larry Page, így alakul nagyjából az első 14-15. Hát ez természetesen ez a színház az embereknek, de mégis érdekes, hogy ez az, amit nekünk megmutatnak, illetve ez az, amiről mi tudunk. Nézzük, térjünk vissza a videóhoz, és nézzünk meg egy pár percet ebből újra. The giant cybernetic collectives. Humans and electronics all interfacing, and constantly now, constantly connected. Yes, constantly. Az érdekesség az, hogy az emberek állandó kapcsolatban vannak a géppel, mivel ugye a számítógépnek nincs szüksége pihenésre, az embernek van, teljesen mindegy, hogy hol él az ember, egyszer úgyis aludnia kell, azonban
Google folyamatosan a hét napján, 24 órában és az év 364 napján állandóan több millió, de lehet, hogy milliárd emberrel kapcsolatban van. Szóval a tanulásnak a sebessége az ki sem fejezhető. Igazából szerintem egy ember lehet, hogy fel sem tudja fogni, hogy pontosan mi is az, ami történik e téren. Annyira felgyorsult ez a folyamat, hogy mi ezt nem tudjuk követni. Things that I've been thinking about a lot over the last few years is that one of the things that drives a lot of people crazy is how many people are obsessed with materialism and getting the latest, greatest thing. And I wonder how much of that is, well, a lot of it is most certainly fueling technology and innovation. And it almost seems like it's built into us. It's like what we like and what we want. That we're... Amit mond, ezt mindenképpen meg akartam mutatni. Arról beszél, hogy szerinte, és ráadásul úgy, hogy ezek az emberek igazából soha nem is jelentették azt ki, hogy ők hinnének bármiféle úgymond bibliai életvezetésben. Sőt, szerintem egyáltalán nem ezt beszélnek Jézusról, mint ahogy mindenki beszél róla, de én szerintem nem tudják, hogy mi az, amiről beszélnek. Legalábbis olyan értelemben, ahogyan mi értjük ezt. Viszont amit mond az, hogy az emberbe bele van építve, bele van kódolva az, hogy az új technológiát akarja, a legújabb, legfejlettebb dolgokat, a tudást meg akarja szerezni, és ez az embernek, ez a beépített tulajdonsága az, ami viszi előre ezt az egész folyamatot. Gyakorlatilag a jó és a rossz tudásának fájáról beszél úgy, ahogyan egy világi ember azt megérti, hiszen a legtöbb ember az egy ilyen materiális szinten le van ragadva, és ők így értelmezik ezt, hogy az ember a legújabb dolgot akarja, a legfejlettebbet, a technológiát, közben pedig igazából ez az, ami dolgozik, ami munkálkodik az emberben, ez a mag, ami a kezdetekkor megfertőzte. Fueling this thing that's constantly around us all the time, and it doesn't seem possible that people are going to pump the brakes. It doesn't seem possible at this stage when we're constantly expecting the newest cell phone, the latest Tesla update, the newest MacBook Pro. Everything has to be newer and better. And that's going to lead to some incredible point. Amiről beszél az, hogy folyamatosan az emberek akarják azt, hogy a legújabb iPhone-t, a legújabb Tesla, legújabb Android, teljesen mindegy, de a legújabb dolgokat, és ez szerinte egy olyan ponthoz vezet, ami problémát fog okozni az emberiségnek. Teljesen jól látja egyébként ezt. Gyakorlatilag túl vagyunk azon a ponton, amikor ezt meg lehetne állítani. And it seems like it's built into us. It almost seems like... És azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy ez belénk van építve, ez belénk van kódolva ez a tulajdonság. It's an instinct. Azt mondja, hogy ez egy ösztön. We're working towards this, that we like it. Hogy mi szeretjük ezt, és mi e felé dolgozunk. Erről beszéltem, hogy az, ami történik a világban, az világos még azoknak is, akik úgymond a tudatlanságban élnek. Ez annyira egyértelmű, ami történik, hogy még ők is látják, csak nem tudják megmagyarázni azzal az élet szemlélettel, vagy azzal a tudással, ami nekik van a világról. Nem csak ő, hanem az emberiség 99%-a. És nem azt akarom kihangsúlyozni ezzel, hogy mindenki tudatlan. Azt akarom mondani, hogy lehetőség van a fejlődésre. Mindenki egyszer ezen a szinten volt. Nem az a lényeg, hogy valaki nem érti ezt, vagy nem tudja. Az a lényeg, hogy próbálkozik megérteni. De az világos, hogy valami probléma van, hiszen ő is erről beszél. Our job, just like the ants build the anthill, our job is to somehow or other fuel this. És úgy tűnik, hogy a mi feladatunk az, hogy ezt az egészet előre mozdítsuk. Arról beszél, hogy úgy dolgozunk, mint a hangyák egy, nem is tudom mi az, ami nekik van, de abban a tömegben, amiben a hangyák élnek, abban a társadalomban. Olyanok vagyunk, mint a rovarok, hogy szinte úgy tűnik, hogy bennünk van ez az ösztön, hogy csak folyamatosan haladjunk előre,
e felé a tudás és e felé a fejlődés felé. És én nem feltétlenül azt akarom kihangsúlyozni most, hogy ez rossz, vagy hogy ez jó, de a probléma ezzel az szerintem, hogy elveszi az időt, az, hogy mi erre ennyire rákoncentráltunk, az elveszi az időt, túlságosan felgyorsítottuk a világot, és az embereknek nincs már ideje arra, hogy kikutassák, hogy mi a valóság. Ez a lényeg. Annyira hajszolja a legtöbb ember ezt a vonalat, amit a világ képvisel, hogy közben az élet az elszáguld mellette. És nem tudja felfogni, hogy mi a valóság, mert egyszerűen nincs rá idő. Szóval az, ami az életünket egyszerűbbé tenni, úgy, mint a technológia, az szépen elfogja az emberiséget pusztítani, mint hogyha az emberiség saját maga ellen dolgozna. Ez az, amit mond tulajdonképpen. De nézzük meg néhány cikket. Most magyar cikkeket választottam, hogy mindenki lássa, hogy ez így van Magyarországon, és erről beszélnek itt is. Ez bitport.hu, és arról beszélnek, hogy megtette az első fizetős fuvart egy önvezető autó. Tokióban hétfőn megkezdődött annak a rendszernek az éles tesztje, mely 2020-as olimpiára akarnak bevezetni. Ez ugye robottaxi.com, aki meg akarja nézni ezt az egész dolgot. És arról írnak, hogy a 2020-as nyári olimpiai játékok alatt már autonóm módon közlekedő járművekkel akarják az utasokat Tokióban szállítani. Hát szóval nem tudom, hogy akkor ki az, aki egy álomvilágban él, vagy ki az, aki egy összeesküvés elméletben hisz. Én nem arról van szó, hogy 2000 év múlva, vagy mit tudom én, mikor a jövőben, majd egyszer egy robot megjelenik. Arról van szó, hogy robottaxi.com 2020-as olimpiai játékokon, azaz két év múlva már Tokióban az embereket autonóm autókkal fogja szállítani. És ez már egy teszt része ennek az egész programnak. Úgyhogy akkor nem tudom, hogy ki az, aki egy álomvilágban él. De megmutatok még egyet, illetve hát még egy párat, hogyha bárkit érdekel. Itt már egy másik az önvezető autóval kapcsolatban. Itt arról számolnak be, hogy szemeket kapott egy önvezető autó, és ha ez a jövő, akkor az ijesztő. Így néz ki ez az autó. Az autógyártók folyamatosan dolgoznak azon, hogy létrehozzanak egy olyan kocsit, amely hibátlanul képes sofőr nélkül működni, amely végre igazán be tud törni a piacra. Ez a Jaguar Land Rover elképzelése a témában a legfrissebb. A cég szerint a jövő ugyanis az olyan önvezető autóké, amelyeknek szemük van. Oké, bármennyire is vicces a dolog, ez Jaguar Land Rovernek az egyik újdonsága. Ugyanis a legnagyobb problémát a témában az jelenti, hogy a gyalogosok félnek majd az önvezető autóktól, ám ha látják, hogy szó szerint rájuk néz az autó, akkor a félelem tovaszáll. Ez automotor.hu, szóval ez nem is valami idióta weboldal. Így néz ki ez az autó, amiről beszélnek, és ugye ez egy önvezető autó. Igazából ez lett volna a lényeg, amit meg akartam mutatni. Annyira nem mentem bele a cikkekbe, én csak azt kerestem, hogy legyen egy olyan, ahol erről a témáról van szó. Még Total Car-t megmutatom, mielőtt tovább haladunk. Ez Total Car önvezető autó találkozása a BMW-s gyorshajtóval. Ez nem tudom, hol történt, de ezt hallottam számos, vagyis olvastam más helyeken is erről a történetről. Arról beszélnek, hogy a magyar startup cég
fejlesztéshez és teszteléshez használt Toyota Prius-ára 13 kamerát szereltek, csomagtartójában pedig egy bivajerős számítógép összegzés értékeli az élő képeket. Gyakorlatilag még az autó is információt gyűjt az emberekről, és képzelje el mindenki azt, hogy és szerintem ezért érdekes, annyi információ van elrejtve a filmekben, vagy így össze-vissza a világhálón ezzel kapcsolatban, de már csak amit megnéztünk, ha 13 kamera van ezen az autón, legyen csak 1000 ilyen autó egy nagyobb városban, az 13 000 kamera, de hát nem, ha minden autó ilyen, akkor az mennyi plusz kamera? Akkor hogy milyen élet az, ahol nem tudom, hogy az emberek gondolkodnak-e egyáltalán még. Úgy értem, hogy maradt-e még olyan, aki azon a maroknyi emberen kívül, aki igen, de hogy vajon mennyi ember gondolkodik, hogy miféle jövő az, ahol meg fogjuk nézni a későbbiekben, drónok szállítják ki az élelmiszert, meg az autók magukat vezetik, kamera mindenhol, állandóan minden adatot számítógépek összegeznek, és azt feldolgozzák, és az alapján egy döntést hoznak. Ez az, amiről beszélt egyébként Joe Rogan ebben a műsorban, amikor Elon Musk-kal tárgyal, hogy egyszerűen haladunk egy olyan jövő felé, amit nem fogunk tudni irányítani. Sőt, hát Elon Musk maga azt mondta, hogy ez szinte egész biztos, hogy nem leszünk képesek irányítani. De térjünk vissza a videóhoz, és nézzünk meg ebből még egy kicsit. Yes, I made this comment some years ago, but it feels like we are the biological bootloader for AI, effectively. We are building it, and then we're building progressively greater intelligence, and the percentage of intelligence that is not human is increasing. Óriási, amit mond egyébként, tényleg azt mondom mindenkinek, hogy aki tudja, hallgassa meg. Arról beszél, hogy mi vagyunk azok az emberek, akik használják ezeket a programokat és applikációkat, akik építik föl ezt a rendszert. Gyakorlatilag mi vagyunk az építő elemei ennek. És ahogyan a világ működik, annak egyre kisebb és kisebb százaléka áll az ember befolyása alatt. Gyakorlatilag saját magunkat kiixeljük ebből az egész egyenletből. And eventually we will represent a very small percentage of intelligence. És el fog jönni az az időszak, amikor mi egy nagyon apró százalékát fogjuk reprezentálni az intelligenciának, nem csak ebben a rendszerben, hanem úgy általában az egész Földön is, hiszen egy olyan rendszer, ami ilyen ütemben tanul, végtelen memóriája van, és sokkal több műveletet végre tud hajtani, mint egy ember, egy azonos idő alatt, annak mi szüksége lenne az ember? Miért is akarnánk, hogy ember hozza meg a döntést, mikor egy gép jobb döntéseket tud hozni, mint az ember? But the AI is informed, strangely, by the human limbic system. It is, in large part, our id writ large. How so? Well, you mentioned all those things, the sort of primal drives. Mm-hmm. There's all things that we like and hate and fear. They're all there on the internet. They're a projection of our limbic system. Itt már belemegy abba, amit át fogunk ugrani, és el fogunk menni egy kicsit előrébb. Érdekes, amiről beszél, de igazából erre nem készültem fel így a cikkekkel, úgyhogy ez nem lesz olyan élvezetes szerintem hallgatni. De röviden arról beszél, hogy a mesterséges intelligencia, illetve az internet, az tartalmaz az emberiségnek mindenféle félelmét, és ezért az ember ösztöneire hat,
De azért mondom, hogy ezt érdemes lenne úgy, hogy ha ez lenne a téma. Egyébként akartam ezzel is foglalkozni már korábban, úgy, mint stressz, illetve a hormonális rendszer milyen hatása van, amit érintettünk korábban a dopaminnal kapcsolatban, de még erre nem került sor. Úgyhogy ezt a részt én csak egyszerűen át fogom ugrani, és elugrunk egészen a 38. percig. Itt volt a következő dolog, ami érdekes volt számomra. Really? Interesting. Probably separate okay. them. Yeah, yeah. I mean, how many other in a cage, you know? It's like, right. It's going to be pretty intense. Yeah, yeah. Yeah, we're a weird thing, you know? And I've often wondered if whether or not we're, you know, our ultimate goal is to give birth to some new thing. And that. Amiről beszél az, hogy azon töpreng, hogy vajon nem-e az emberiség feladata, hogy valami új dolgot szüljön a világra. Nem úgy, mint hogy kitalálgatni dolgokat. Nem arról beszélnek, hogy itt egy iPhone, ott egy számítógép, amott meg egy, mit tudom, egy porszívó. Nem erről beszél. Amikor azt mondja, hogy egy új dolgot a világra hozni, akkor ő egy radikálisan új dologra gondol. Arra, amiről itt beszélünk, és amiről a múlt adásban szó volt, az új világrendnek a megszületése. Ez az, amiről ő beszél, hogy milyen szinten van benne Joe Rogan és Elon Musk, fogalmam sincs. De az biztos, hogyha valaki megnézi a csatornának a magát, a kis szimbólumát, akkor egyértelmű, hogy melyik oldalon áll. Viszont én szerintem ez megdöbbentő, amit mond, hogy az emberiségnek az a feladata, hogy egy új dolgot a világra szüljön. That's why we're so obsessed with technology. Because it's not like. És ezért vagyunk megszállottak a technológia irányában, és ezért hajszoljuk annyira ennek a fejlődését, mert ez van az emberben, hogy ezt akarjuk, ezt szeretné az egész emberiség, ezért dolgozik. Ez az, amiről már korábban szó volt, hogy tudat alatt az egész emberiség együtt dolgozik annak érdekében, hogy létrehozza ezt a rendszert, és egy idő után gyanús, hogy mennyi ilyen dolgot ismert fel ez az ember, de szerintem nagyszerűen bemutatja azt a szituációt, amiben vagyunk. Tulajdonképpen azért rohanunk előre ilyen sebességgel, mert az ellenség tudja, hogy fogy az idő, és ezt az új dolgot a világra kell, hogy szüljük, hiszen ő akarja ezt az uralmat, még akkor is, ha csak egy rövid időre. Like this technology is really, I mean, it's certainly enhancing our lives to in a certain way, but ultimately, is it making people happier right now? Most technology, I would say no. In fact, you and I were talking about social media before this. És az érdekessége az, ugye ezt is mondja, hogy összességében véve annyira nem élvezetes ez a dolog. Vannak pozitív oldalai, de igazából maga a technológia bár megváltoztatta az életünket, de boldogságot mégsem hozott, ennek ellenére mi mégis ennyire hajszoljuk ezt az egészet. This about just not having Instagram on your phone and not dealing, you feel better. Yes, I think one of the issues with social media that's been pointed out by many people is that I think maybe particularly Instagram, people look like they have a much better life than they really do. Right. Utána arról van szó, amiről már mi beszéltünk itt több ízben, az pedig az, hogy a social médián úgy tűnik, hogy az embereknek sokkal jobb az élete, mint amilyen valójában, és ez egyébként így is van. A legtöbb ember a legnagyszerűbb oldalát mutatja mindig a social médián, azonban attól még ez nem lesz az igazság. És a következő rész, amit meg fogunk nézni, az csak néhány perccel előrébb van, 42 perc körül. Mielőtt azonban ezt megnézzük, megmutatnék még néhány érdekességet, még néhány cikket, amit ebben a témában találtam. Ez például az egyik, ez rentit.hu. Ez egy üzlet, ami szerintem elsősorban
nem magyar, de nem vagyok ebben biztos, nem néztem meg. A lényeg az, hogy interaktív hostess robot bérlés és kölcsönzés. Ez lehetséges, szóval ha valakit érdekel, akkor itt vannak azok a dolgok, amiket bérelhet tőlük. Egészen projektor, okostelefon, stb. Stb. És amint látjuk, interaktív hostess robotot is lehet már bérelni Rentit ettől a cégtől. Interaktív hostess robot bérlés, bérbeadás, kölcsönzés rendezvényre rengeteg szórakoztató funkcióval. Ezzel a szolgáltatásunkkal és rendezvény aktivitásunkkal emlékezetessé teheti rendezvényeit, előadásait, fogadásait, konferenciáit. Interaktív hostess robotjaink aktív szerepet tudnak vállalni akár már a regisztrációnál, de az előadások közben is az előadó segítségére tudnak lenni. Saját fejlesztő csapatunk minden esetben egyedi testre szabott funkciókkal, szórakoztató aktivitásokkal programozza fel robotainkat, melyet teljesebbé tehetjük az ön rendezvényét. Ez a valóság, szóval ezt nem én találom ki, hanem ez van, ez megy, ez a dolog. Akit érdekel és szeretne egy hostess robotot bérelni, akkor az Rent It Kft-től megteheti. De nézzük a következőt, az pedig... Ez szintén egy szolgáltatás, amit érdemes szerintem megnézzünk. Ez belső szállítási feladatok megoldása kollaboratív robotokkal. Hát ezek ugye ezek a primitívebb verziók, amik téblábolnak egy-egy ilyen raktárépületben, vagy egyszerűbb funkciókat ellátnak bizonyos intézményekben. Belső szállítási feladatok esetében még mindig újszerű megoldásnak számít az együttműködő robot, ugye ez a kollaboratív robot. Sok vállalat nyitott az automatizációra és a robotikára, azonban legtöbb esetben gyártási folyamatokra fókuszálnak. Ez ugye az autógyárakban a legegyszerűbb megfigyelni ezt a dolgot. De ők itt arra koncentrálnak, hogy például az anyagokat mozgatni a különböző raktárépületekben, de ezek a mobil robotok nyitott felülettel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az adott feladat követelményeinek megfelelő testre szabott modulok szerelhetők rájuk, amit csak akarnak. Ugye végül is hát bizonyos korlátok között ezek a robotok képesek elvégezni. Egy polcegységgel ellátott robot sebészeti eszközöket szállít a gyártó területről a raktárba a chicagói Argon Medical-nél. Ugye ez már egy robot, ami itt dolgozik. Itt van még egy, ez a Dan Kamstrup-nál dolgozik, teljesen automatizálva működik. Egy robot cellánál felvesz félkész termékeket, és egy futószalag segítségével elszállítja azokat a gyártósorhoz. Ugye itt a futószalag, és itt szállítgatja Artudito ezeket a dolgokat. Itt van még egy, ez egy kampóval felszerelt robot, ami a raklapot vontatja, megtalálja a raklapvillát, önálló módon a kívánt helyre szállítja. Itt van egy robotkar, ez pedig különböző termékeket gyűjtöget össze a raktárban, gondolom leolvassa a vonalkódot, és azután egyszerűen csak végzi a dolgát. Itt van még egy. Ez szintén egy robot, ez MIR-100. A vérminták és a rákgyógyszerek szállítására egy dél-jütlandi kórház Dániában az alkalmazott a telefonján magához hívja a robotot, amikor megérkezik, az beleteszi a tételeket, majd útjára küldi. Szóval ez a valóság, ez az, ami most történik a világban. De haladjunk szépen lassan tovább.
És folytassuk a videóval még. Még néhány percet. Még egy részt megnézzünk egy adagot ebből, és utána szépen lassan befejezzük, de nézzük, hogy mi az, amiről beszélnek itt. From strangers and comments and this ability to project this sort of distorted version of who you really are. But I worry about where it goes. Like, what's the next one? What's the next one? Like, where is it? Is it going to be augmented? Some sort of a weird augmented or virtual sort of Instagram type situation where you're not going to... Ugye azt mondja, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan működik most az internet, és mik azok a problémák, amiket felvet, illetve kérdések. Azonban amire ő kíváncsi, az az, hogy hova fog ez az egész fejlődni, mi a következő lépés, ez az, amit meg szeretne tudni. És amit ő felvetett, az az, hogy valamiféle augmentációs vagy beépített rendszer lesz. Ezért mutattam meg korábban a Deus Ex videójátékot, mert az pontosan erről szól, erről az augmentációs folyamatról, amikor az ember és a gép elkezd keveredni. And I want to live in this real world. You're going to want to interface with this sort of world that you've created through your social media page. Some next level thing. Yeah. Go live in the simulation. Yeah, I mean, in the simulation. Some Ready Player One type shit that's real. That seems... És azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem akar a valóságban élni, hanem inkább ebben a... Egy filmet említ egyébként, ez a Ready Player One. Nem is tudom, én nem láttam még, de... Egy virtuális szimulációs valóságról beszél, ami egyébként Elon Musknak az egyik teóriája, illetve ő az egyik, aki ezt a teóriát hangoztatja elég gyakran. We have that HTC Vive here, and I've only done it a couple times, quite honestly, because it kind of freaks me out. Sure. My kids fucking love it, man. They love it. They love playing these weirdo games and walking around with that headset on. But part of me watching them do it goes, wow, I wonder if this is like the precursor, just sort of like... És mondom, hogyha az ember tud a sorok között olvasni, akkor mindenhol látja ugyanazt az üzenetet, illetve hallja, arról beszél, hogy azt mondja, hogy látja a gyerekeit, ahogyan járkálnak otthon ebben a virtuális szemüvegben, és játsszák ezeket a játékokat, és közben megfordul a fejében, hogy ez nem-e egy előfutára valamilyen komolyabb és radikálisabb rendszernek. Én nem is tudom, hogy ezt lehet-e hangsúlyozni eléggé, de aki figyel, az úgyis megérti. Like if you look at that phone that Gordon Gekko had on the beach, yes, and then you compare that, yeah, you compare that to like a Galaxy Note 9, sure. Like how the fuck did that become that, right? And I wonder when I see this, yes, HTC Vive, I'm like, what is that thing going to be 10 years from now when we're making... És én rengetegszer már ezt a kérdést felvetettem, amiről ő beszél itt. Az pedig az, hogyha... Ugye ő egy filmre utal, Gordon Gekko a Törzscápákban van, hogy mekkora telefonja volt, amikor beszélt ott a parton, és hogy milyen lett mára egy okostelefon ahhoz képest, és vajon mi lesz akkor ez a technológia, amit mi használunk ma 10 év múlva? Egyáltalán szükség lesz-e még mondjuk telefonra? Most elképzelhetetlen az emberek számára, hogy ne legyen telefonjuk. Annyira hozzászoktunk, legalábbis a fejlett világban, annyira hozzá vagyunk szokva ehhez az egészhez, hogy ez elképzelhetetlen. Szóval mi lesz akkor, mikor felajánlják azt, hogy esetleg ez az egész sokkal egyszerűbb is lehet, és lehet ez beépítve, vagy ez, vagy az, vagy amaz. És én nem akarok túlságosan arra fókuszálni, hogy most a fenevad bélyege az egy ilyen chip lesz, vagy egy olyan chip lesz. Én szerintem nem ez az, amitől az embereknek félniük kellene, hanem sokkal inkább az, hogy milyen életmódot folytatnak, és vajon a teremtőnek a szava az helyet talál abban, vagy sem. Úgyhogy én egyáltalán nem attól félek, hogy majd jönnek, az be akarok építeni valami chipet, vagy valami ilyesmit, de mégis azért érdemes elgondolkozni azon, hogy az emberiség többsége, ahogyan él, vajon képes lesz-e felfogni egyáltalán a súlyát azoknak a dolgoknak, amik következnek. Fun of what it is now.
What is it? How, I mean, how ingrained and how connected and interconnected is this technology going to be in our life? A kérdés az, hogy mennyire lesz ez az egész technológia, mennyire fogja bele enni magát az életünkbe, mennyire szövi majd át a mindennapi életünket ez a technológia és ez a hálózat, amit szépen lassan kialakítunk magunk körül. It will be at some point indistinguishable from reality. És amit Elon Musk mond, amit ő hangoztat, gyakorlatilag folyamatosan az pedig az, hogy ez megkülönböztethetetlen lesz a valóságtól. Gyakorlatilag a virtuális világ, amit mi kialakítunk magunknak, amiről beszélt, hogy a virtuális szemüvegbe szaladgálnak a gyerekek, vagy mi nézzük a telefonunkat állandóan, vagy a tabletet, vagy a tévét, vagy a mit tudom én mit, az a rendszer, amit kitaláltunk magunknak, az ugyanolyan lesz, mint a valóság, csak jobb lesz, hiszen egy képzeletbeli világban egyszerűbb az élet, mint a valóságban. És sajnálom az, hogy az emberek nem látják át, hogy ez mennyire Hasatánnak a terve, hiszen ő az, aki ki akar találni egy mesterséges világot, hiszen ő nem tud teremteni egy olyan világot, amit a teremtő képes volt létrehozni. Ez a kettő harcol egymással. És az emberiséget a tudomány, a politika, a szórakoztatóipar, az oktatás segítségével elvezették annyira a valóságtól, hogy szerintem a legtöbb embert már nem is érdekli, hogy vajon az a világ, amiben él, az virtuális vagy sem. A lényeg az, hogy menjen arra, amerre a legkényelmesebb és amerre a legkomfortosabb tulajdonképpen az élet. Ez az, amit kínál a valóság, és természetesen ennek megvan az ára, de ezzel a legtöbb ember nem száma. Where we'll lose this. We'll lose this. Like, you and I are just looking at each other through our eyes. I see you, you see me, I think, I hope. You think so? I think you probably have regular eyes. This could be some simulation. It could. Most pedig arról beszél, ugye, hogy ez egy szimuláció is lehet. És én nagyon sok embertől hallottam már, még Magyarországon annyira nem, de külföldön mindenképpen ez egy óriási mozgalom, hogy mi egy szimulált valóságban élünk, meg mit tudom én mi. Igazából teljesen mindegy, hogy egy szimulált valóságban élünk, vagy nem. Így is, úgy is vonatkoznak szabályok ránk. Szóval tegyük fel, hogy egy szimulált valóságban élünk. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak ránk, mint hogyha egy fizikális valóságban élnénk. Teljesen mindegy, hogy ez az egész szimuláció, vagy nem. Ha nem lehet embert ölni, eddig nem lehetett, akkor most ha kiderül, hogy ez egy szimulált valóság, akkor attól még az nem fog megváltozni. Nem? Ha eddig az rossz volt, akkor ezután miért lenne elfogadható csak azért, mert akkor a szimulált valóságban ez. Persze én nem, nyilván azt mondom, hogy ez van, de minek is gondolkodik ilyeneken az ember? Mi az, ami minek ilyen dolgok eszébe jutnak? És szerintem az a lényeg, hogy amíg olyan emberek, mint Elon Musk erről beszélnek, addig egyszerű ezt elterjeszteni a világon. Az az érdekes számomra, hogy mindazok, akik azt mondják, hogy jó, egy szimulált valóságban élünk, fogalmuk sem volt arról, hogy van egyáltalán szimulált valóság mindaddig, amíg azt valaki, mit tudom én, 10-20 évvel ezelőtt le nem írta egy tudományos, fantasztikus novellában. Szóval ez egyáltalán nem egy eredeti ötlet, hogy mi egy szimulált valóságban élünk. Ezt valaki kitalálta néhány évtizeddel ezelőtt. A technológiának el kellett jutni erre a szintre, hogy ez egyáltalán megforduljon az ember fejében. Az, hogy van egy teremtő, hogy az embernek az a funkciója, hogy azt cselekedje, amit ő akar, ez a kezdetektől fogva tudva levő volt. Azért, hogy mindenki tudja, hogy mik a játéknak az alapvető szabályai, és az alapján próbáljon meg élni, különben nem fog eljutni oda, ahova szeretne. Az, hogy most előálltok egy ilyen szimulált valósággal, meg egy holografikus, teljesen mindegy. Ez teljesen abszurd maga az ötlet. Persze abban a világban, amiben a legtöbb ember él, ahol mi csak egyszerűen beszélő majmok vagyunk,
És ez egy gömb, és számos más gömb van ebben a mitoimiben, és ez a mitoimi ott van benne egy nagyobb valamiben, és kering az egész, és a semmiből lett. Ott akármilyen abszurd ötlettel az emberek elő tudnak állni, és az elfogadható lehet, hiszen az egy teljesen absztrakt világ, amiben ők élnek. Az egy mesevilág tulajdonképpen. És erről nagyon sok szó esett már korábban. Mi nem szeretném bántani ezzel az embereket, ez csak egyszerűen sajnos egy tény, hogy az egy álomvilág, amiben a legtöbb ember él, és az egy fájdalmas ébredés lesz, amikor annak vége lesz egyébként hamarosan. De még mielőtt befejeznénk, ha már az álomvilágról van szó, és arról, hogy az emberek mennyire egy álomvilágban élnek, olyannyira, hogy itt van egy nanofish robot hal. 1500 forint. Itt a leírás. Nagyon sok gyerek vágyik házi állatra. Itt van a nanofish. A robot hal. Ha valaki már házi állatra vágyik, akkor már miért ne egy műanyag darab legyen az? A legkevesebb gonddal járónak a halacskák tűnnek, azonban ennek az ellenkezője igaz. Mérje fel a gyermekek valós érdeklődését ezzel a nanofish robothallal. Ügyesen utánozza az élőhal mozgását, egyszer gyorsabban, máskor lassabban úszik, még irányt is vált. Két nagy előnye van, nem kell etetni, nem kell félni attól, hogy mire hazaérnek a szabadságáról hassal felfelé fordulva találja. A gyerek szinte azonnal megkedveli, kíváncsian fogja figyelni minden egyes mozdulatát. A nanofish robothal kiváló ajándék gyerekeknek, akik elszórakoztat, és a szülők legalább egy picit fellélegezhetnek. Boom! Szóval most már elég, hogy ez a műanyag darab ott úszik egy akváriumban, a gyerek meg figyeli, a felnőtt meg közben tudja ugyanezt a dolgot videón felfele tenni az Instagramra, meg a Facebookra. És akkor ott meg mások nézik, meg lájkolják. Szóval ott tartunk, hogy egy robot hal, az... És egyébként úgy is tűnik, hogy ez egy király dolog. Már most nem azt mondom, hogy vennék magamnak egy robot halat, de nézzük meg akkor most, hogy miről van szó. Itt van a nanofish robot hal. Így néz ki. És itt van az akvárium, szóval... Megy a nanofish robothal, boom! Azt kell, hogy mondjam, hogy... Hát, érdekes. Ha esetleg valakinek házi állatra van szüksége, akkor a robothal az egy alternatíva lehet. Mondtam, a lényeg az, hogy a természetes világot teljes mértékben lecseréljük egy olyannal, amit mi alkottunk saját magunk. Odáig fajultunk, hogy mindent, amit a teremtő alkotott, hajlandók vagyunk lecserélni azért, hogy igazából nem is tudom, hogy miért. Nem is értem, hogy miért. Persze nyilván érdekes nézni azt a robothalat egy ideig, de érthetetlen. Ez érdekesvilág.hu, ez a cikk. Robot járőrt fejlesztettek ki az óriási korallevő tengeri csillagok levadászására. A korallevő töviskoronás tengeri csillag levadászására és megölésére képes robot tenger alattjárót fejlesztettek ki ausztrál kutatók a nagy korallzátony védelmére. Ez egy robot járőr lesz, aki ugye itt fog járőrözni a nagy korallzátonynál, 8 óra az üzemideje, és a korallzátonyok olyan szintű megfigyelését és feltérképezését teszi lehetővé, amelyre korábban nem volt lehetőség. Ez a világ első olyan víz alatti robotrendszere, melyet kifejezetten a korallzátony védelmére hoztak létre, és kizárólag robot látása támaszkodik valós idejű navigáláshoz az akadályok kikerülésekor és a tudományos feladatok elvégzésében.
hogy pontosan mi a robot látás fogalma sincs, de így néz ki a robot, ez az, ami védeni fogja majd a korallzátonyt. Ez egy több funkciós vízi drón, és ugye meg fogja ölni ezeket a tengeri csillagokat. Folyamatosan képes figyelni a betolakodó fajokat, a szennyezettséget, az elszaporodást is képes monitorozni. Érzékeli a töviskoronás tengeri csillagokat, és el is tudja ezeket pusztítani. Halálos injekciót használ, amely nem jelent veszélyt a korallzátony többi lakójára. Tessék, hogyha gyilkos robotokról van szó, akkor itt van egy, ami kiírja ezeket a valamiket. Úgyhogy egyelőre itt tartunk. De egyébként itt van egy tévé, ha már erről van szó, ahol ugye három darab érzékelő van a szobában, és akkor így pontosan tudja, hogy mi újság, és akkor nézhetjük a tévét úgy, hogy közben a tévé néz minket. És ez az a pont, ahol meg fogunk állni ezúttal, mert aztán már egy újabb gondolat menetbe fognak belekezdeni, és ez is érdekes, de bár lehet, hogy hát nézzük meg. Nézzük meg, és akkor be fogjuk tudni fejezni ezúttal. Úgyhogy egy pillanat, és oké. Okay. A következő rész az 52 percnél van. Right now you think you're in a studio in LA. That's what I heard. You might be in a computer. Oh, listen, man, I think about this all the time. Ugye arról beszélnek, hogy most azt gondolod, hogy itt vagy egy stúdióban Los Angelesben, azonban mi van akkor, hogyha ez az egész csak egy szimuláció? Yeah, I mean, it's unquestionable that one day that'll be the case. As long as we... Arról beszél, ugye Joe Rogan arról fog beszélni, hogy az kétségtelen, hogy egy nap ez lesz a helyzet a világon. Szóval amire ők gondolnak, az az, hogy egy nap majd a világon gyakorlatilag a Matrix. És ezért mondtam azt, hogy mindazok, akik a szimulációs teóriát elfogadják, vagy a holografikus univerzumot, ez egy film, ez egy tudományos, fantasztikus regény, amiben ők élnek. Hogy is lehet komolyan venni azt, hogy mi egy szimulációban élünk, mikor a Matrix című film erről szól, és tudjuk, hogy programoznak minket. Akkor még mi az, amire szükség van ahhoz, hogy az emberek feldolgozzák azt, hogy ez csak a propaganda, ezt akarják, hogy higgyük. Teljesen mindegy, hogy mit hisz az ember mindaddig, amíg nem találja meg az igazságot. We keep going. As long as nothing interrupts us, and if we start from scratch, and, you know, we're single-celled organisms all over again, and then millions and millions of years later we become the next thing that is us. És azt mondja, hogy egy egysejtű életformából évmilliók során kialakul az ember, és aztán eljutunk ideig, és aztán ez az egész újra és újra és újra ismétlődik. Ezért mondom azt, hogy az ember nem hihet el mindent, hogyha azt mondja valaki, hogy jó, oké, mi gömbföldön élünk, és mi a semmiből lettünk, és beszélő majmok vagyunk, de tök mindegy. Nem mindegy. Mert ha valaki elfogadja azt, akkor onnantól kezdve egy egész más valóságban fog élni. Ez egy virtuális valóság valóban, amiben a legtöbb ember él, az valóban egy virtuális valóság. Az egy álomvilág. És amit nem látnak, az az, hogy azzal, hogy a hazugságot elfogadják, ráadásul alapvető hazugságokat, azáltal egy teljesen más rendszerben kezdenek el gondolkodni számukra, az elfogadható lesz, hogy mi egy ilyen világban élünk, olyan világban, hogy a semmiből lettünk, hogy a halnak egyszer csak lába lett, kijött a szárazföldre, és elkezdett járni. Az senkinek nem jut eszébe, hogy minek lenne egy halnak lába. Úgy értem, hogy miféle mutáció az, amikor egy halnak lába van. Gondolkozzon már el ezen mindenki. Ha pozitív mutációk eredménye az ember, és ez az evolúció, a halnak teljesen mindegy, hogy hány lába lesz a halnak.
úgy értem, hogyha egyszer csak megszületik egy hal az ikrából. Egy puff, van négy lába, hogy most pont négy lába van úgy, mint egy minek? Mint egy gyíknak? Vagy hogy mikor jó az, hogy vagy kikúszik a partra? Minek kúszik ki? Mikor a vízben tökéletesen úszik? Úgy értem, hogy az uszonya, a pikkely, a kopoltyú, az egész kócáj úgy van kitalálva, hogy tökéletesen megy a vízben. Minek jön neki a partra? Mikor abban a pillanatban, hogy kijön a partra, onnantól kezdve kikerül abból a helyzetből, amihez tökéletesen alkalmazkod. Szóval milyen fajta mutáció szükséges ahhoz, hogy... És akkor utána, arról nem beszélve, hogy annak a mutációnak utána el kell terjednie. Akkor tegyük fel, kinő egy halnak négy lába az oldalán. Oké. Az első nap megeszi valami. Nem fog tudni úszni. Ki az, aki ezt komolyan veszi? Aki ezt így gondolja? Minek alakulna át a majom emberi, mikor a majom sokkal jobban alkalmazkodott ahhoz az életformához, amit ott élt, mint egy ember? A majom erősebb, jobban bírja a hideget, gyorsabb, ügyesebben mozog az ágakon. Minek alakulna át egy olyan nál, amelyik alig tud menni, egy év mire felmászik a fára, ha leesik, összetöri magát, semmi, egyszerűen, és ezt emberek komolyan veszik. És mikor azt mondom, hogy ez egy álomvilág, akkor az van, hogy jó, ez tudományos tény. Hogy lenne már tény? Ezt nem lehet bebizonyítani. Ez egy akkora baromság, hogy én nem is tudom, hogy lehet komolyan menni az, hogy egyáltalán létezik az evolúció. De nézzük tovább. De számukra létezik. Szóval ez a probléma azoknak, akik ebben az álomvilágban élnek. With creativity and the ability to change its environment, it's going to keep monkeying with things until it figures out a way to change reality. To change, I mean, to almost like punch a hole through what is this thing into what it wants it to be. És az ember ennek az evolúciós folyamatnak a végén, az ember egyszerűen csak ezt az egészet le akarja rombolni. Tulajdonképpen ez az, amit mond, hogy egy lyukat ütni ezen az egészen, hogy megtudja, hogy mi is az, ami az élet. Úgy, hogy ez a kezdetektől fogva ki van jelentve mindenki számára, csak az ember nem akarja ezt elfogadni azért, mert az korlátozásokkal jár az ember életében. De ezért alternatívákat keres. És azzal nyugtatja magát, hogy ő ebben hisz, és ez így van, és majd minden jó lesz a végén. Közben még nem lesz minden jó a végén, és akkor már késő lesz. De pontosan ezt mondta egyébként Steve Jobs is, hogy mi az, amit akar, és az azt mondta, hogy egy lyukat az univerzumon. Úgyhogy ez az elképzelés, ez hasatántolja. Ő az, aki rá akarja venni az emberiséget arra, hogy az minden, mivel a lyuk az univerzumon, az egy lázadás a teremtő ellen. Ugyanis univerzum nincs, ezt ők nem tudják persze. Vagy hát lehet, hogy ők tudják, de nem úgy élnek. De univerzum, mivel nincs, ezért az a lyuk, amit ők ütni akarnak, ez tulajdonképpen egy támadás az egésznek a létrehozója ellen. És ez a lázadás, amire az ellenség rákényszeríti a világot. Create new things, and then those new things will intersect with other people's new things, and then it'll be this ultimate pathway of infinite ideas and expression, all through technology. És a technológia segítségével ez a rengeteg feltalált dolog, amit mi létrehoztunk, ez mind egybe fog kapcsolódni, és egy nagy agyat fog alkotni. Ez az, amit ő mond. Yeah. And then we're... Így van, ez meg egyetért. Hát nyilván egyetért. Wonder, we're gonna wonder, like, why are we here? What are we doing? És ugye a kérdés az, hogy miért vagyunk itt? És erre a kérdésre nem tudnak választ adni. Úgyhogy a beszélő majmok, a holografikus izék, meg a szimulációs emberek, ezek nem tudnak választ adni ezekre a kérdésekre, hogy miért vagyunk itt. Sőt, én azt mondom, hogy egyik teológia, vagy filozófia, vagy hitrendszer, vagy vallás, vagy életfilozófia, vagy életstílus sem tud választ adni a kérdésre, hogy miért vagyunk itt. Ki tud találni dolgokat, de igazából az egészre nem tud választ adni. Azért, mert nem lehet megtalálni a választ csak az igazi rendszerben. Egy álomvilágban nem lehet megtalálni a választ erre a kérdésre, mert nem illünk bele abba a világba. Attól függetlenül, hogy ők megpróbálnak mindent úgy beállítani,
hogy az az igazság. A probléma az, hogy a legtöbb ember már csak követi azt, ami tudomány, ami oktatás, ami politika, ami szórakoztatás. Ők elfogadják, hogy mindaz, ami onnan jön, az tény, viszont abban a világban az ember nem tartozik bele, ezért nem lehet megválaszolni az alapvető kérdéseket abból a valóságba. Let's find out. Well, I think we should take the actions, the set of actions that are most likely to make the future better. Yes, right, yeah. Right. És azt az álláspontot kellene, illetve azokat a cselekedeteket kellene nekünk végrehajtani, amik a legvalószínűbben tudnák a jövőt pozitív irányba befolyásolni. Hát nem tudom, eddig úgy tűnik az embereknek a történelem során, hogy mi mindig az utakat választottuk, ami pozitívan befolyásolta az életünket. Hát ha így lett volna, akkor hogy jutottunk el idáig? Miért gondolja az bárki, hogy az ember megváltozott most? Hogy lehet ennyire ostoba és naív az emberiség, hogy azt gondolja, hogy most egyszerűen csak puff, ezek az emberek megváltoztak, és mostantól ezek jók. Mitől lenne ő jobb, mint Genghis Khan, vagy az összes többi? Mi az, ami arra bírja az embereket, hogy azt képzeljék, hogy ezek az emberek, akik irányítják és uralják ezt a világot, mint Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk, vagy az összes többi csaló, hogy ezek most azért dolgoznak túlórába, hogy a mi életünk jobb legyen. Ez teljesen egy rejtély számomra. Right. And then reevaluate those actions to make sure that it's true. Well, I think there's a movement to that. I mean, in terms of like a social movement, I think some of it's misguided and some of it's exaggerated, and there's a lot of people that are fighting for their side out there. But it seems like the general trend of like social awareness seems to be much more heightened now than has ever been in any other time in history. És ő azt mondja, ugyanazt a baromságot mondja, amit mindenki más. Pontosan, amit az előbb megcáfolta. Arról beszél, hogy most van egy társadalmi mozgalom, egy felébredés, ami pozitív irányba fogja vinni a világot, hogy ezek az emberek együtt dolgozzanak most, sokkal inkább, mint a történelem során bármikor. Egyáltalán, hogy tudok én kijelenteni egy olyat, hogy sokkal inkább, mint a történelem során bármikor? Honnan tudom? Úgy értem, hogy honnan tudná bárki, hogy mi történt a történelem során bármikor? Mikor több millió évről van szó, ők azt képzelik, hogy ők már mit tudom én hány évvel, millió évvel ezelőtt mamutokat ettek elefánt háton, vagy meg ezeket a dolgokat. Akkor honnan tudja, hogy akkor nem így volt? Miért vagyunk mi civilizáltabbak? Honnan tudjuk azt, hogy az a mamutevő dolog, ami volt 10 000 évvel ezelőtt, azt nem szeretett jobban, mint mi? Vagy érted, amit mondom? Semmiféle viszonyítási alapja nincs senkinek, hogy egyáltalán bármiféle következtetés levonjon a történelemből, mert nem tudjuk. Annyit tudunk, amit megtanítottak az iskolában. De én garantálom mindenkinek, hogy ha elmegy egy másik országba, és meghallgatja azt a történelmet, amit ott tanulnak, akkor az egy másik, az egy alternatív verzió lesz annak, amit itt tanulunk. Hogy lehet ez? Hogy lehetséges ez? Akkor melyik az igazi? Biztos sem ugyanazt tanulják Oroszországban, mint amit mi itt tanulunk. Akkor melyik az igaz? Amerikában? Egész másképp tanulják a matematikát például, mint mi itt tanuljuk. Akkor hogy lehetséges az, hogy egyáltalán mi az, ami alapján mi levonunk következtetéseket a jövőre nézve? Hogyha nem is tudunk semmit. Azt tudjuk, amit megtanítottak nekünk. Valaki komolyan gondolja, hogy az az igazság, az a valóság, amit nekünk megtanítottak, bármiből is. Én most nem tudom, ezért mondom, hogy én elvesztettem abszolút azt a idézőjelbe tett hitemet, hogy az emberek gondolkoznak. Én szerintem nem gondolkoznak. De lehet, hogy nincs igazam, de szerintem nem úgy tűnik, hogy átgondolnák. Hogyha az emberek leülnének és átgondolnák ezeket a dolgokat, amiket most elmondtam, akkor rájönnének, hogy óriási lukak vannak abban a teóriában, amikben ők hisznek.
symbiotically symbiotically connected. Yeah, I think we really need to worry about security in that situation. And when, for sure, that's like a security would be paramount. Sure. Yeah. But also, what we will be is we'll be so much different. Our concerns. És pillanatra hagytak erre vissza, hát ha valamit mond. That whatever bottleneck between privacy and ultimate innovation will have to be bridged in order for us to achieve the next level of technological proficiency, that we're just going to abandon it. And there'll be no security, no privacy. Do people want privacy? Because they seem to... És a kérdés az, amiről mi már beszéltünk, illetve mindig elkerüljük, mert szerintem erről nincs is értelme beszélni. Ugye arról van szó, hogy ha kialakul ez a technológia, illetve ahogy fejlődünk, egyre kevesebb az esélye annak, hogy bármiféle magán szféra létrejöhessen, hiszen hogy is jöhetne létre, mikor 13 kamera van egy nyomvadt autón, és ez most van, mennyi lesz a jövőben? Egyébként, hogyha valaki járt már Londonban, akkor a buszon biztos több kamera van, mint 13, és abból a buszból nem egy-kettő rohangál azon az utcán. Szóval, akkor mi a helyzet azokkal a kamerákkal? De a probléma az, hogy amit ugye Elon Musk mond, az az, hogy egyáltalán akarnak-e az emberek magánszférát? És ezt érdemes megkérdezni szerintem mindenkinek saját magától, hogy mi erről a véleménye. Őszinte leszek, engem nem érdekel. Olyan értelemben, hogy én tudom, hogy mi ennek a vége, és hogy mennyi idő van, vagy hogy hány óra van. De a legtöbb embert amúgy sem érdekli, hogy annak ellenére, hogy nem érti a világot úgy, mint ahogy ami az igazság. To put everything on the internet. Well, right now they're confused. But when you're talking about your Neuralink and this idea that one day we are going to be able to share information, we're going to be some sort of a thing that symbiotically connected. Yeah, I think we really need to worry about security in that situation. And when, for sure. Amiről beszél, az ugye Elon Musk-nak egy újabb projektje, amit Neuralinknek hívnak. Erről volt szó egy korábbi videóban, úgyhogy akinek van hozzá türelme, az keresse vissza. Neuralink egyébként az pontosan ez a rendszer, ez a fenevad rendszer gyakorlatilag, amikor információt lehet cserélni mindenféle fizikális technológia igénye nélkül, olyan értelemben, hogy gyakorlatilag az ember rákapcsolódik a tudatával az internetre, és ott azon úgy szörföl, mint hogyha az interneten élne gyakorlatilag ez a Neuralink, ez az, amin Elon Musk dolgozik többek között. Szóval ez... Hogy lehet az, hogy valaki nem olvas a sorok közt annyira, hogy ha őt annyira zavarná, hogy a mesterséges intelligencia mekkora probléma, mint ahogy elmondta azt már annyiszor, akkor hogy lehet az, hogy mégis ezen dolgozik? Ezért mondom, hogy az emberek nem gondolkodnak, nem gondolják át azt, amit hallanak, és nem találják meg ezért az ellentmondásokat abban. Hogy is dolgozhatna azon, amit pont annyira fél, hogy majd ez fog bekövetkezni. Szóval a kérdés az, hogy ugye mi van akkor a magán szférával, hogyha én rajta élek az interneten. És ha mindenki, aki valamennyire is ért a számítógéphez, tudja, hogy megnyit egy e-mailt, azt akkor boom, beáramlik annyi kártevő a számítógépről, hogy lefő. Akkor mi van, hogyha ez bejut az ember fejébe? That's like a security would be paramount. Sure. Yeah. But also, what we will be is we'll be so much different. Our concerns about money, about status, about wealth, all these things will seemingly go by the wayside if we really become enlightened. If we really become artificially enlightened. Itt már most arról van szó, és ezt mindenképp meg akartam mutatni, ezt a mondatot. Arról beszél, hogy mi mesterségesen beavatottak leszünk. Felvilágosultak. Mesterségesen felvilágosultak leszünk. És abban a korban, amikor mindenki rácsatlakozik majd az internetre, akkor majd mindenki megvilágosodik, és megérti a nagy dolgokat a világban, és meg fog változni az embereknek a gondolkodásmódja, mert rá fognak jönni, hogy azok a dolgok, amik miatt most aggódunk, mennyire pitiánerek, és meg fogjuk érteni a nagy dolgokat. Tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint amit a kígyó mondott a kertben az elején, hogy a tudás az, aminek a segítségével istenek lesztek. Ez az üzenete nem csak ennek a videónak, hanem az egész világnak. Azért, mert a világ ismétli ugyanazt a dolgot, amit a kezdetekkor a kígyó. Az, hogy majd a tudás segítségével megérted a világot, és az lesz az a pillanat, amikor Isten leszel.
És ez az, amit ő itt most mondott. Úgyhogy mindenki hallhatja a saját fülével, hogy folyamatosan, állandóan mindenki arról beszél, ami az írásban, az írásokban le van írva évezredek óta. By some sort of an AI interface where we have the symbiotic relationship with some new internet type connection to information. És mindez azért, mert nekünk az internet segítségével és a technológia közvetítésével újfajta kapcsolat alakul ki az információval, gyakorlatilag a tudással, a jó és a rossz tudásának a fája, illetve az élet fája. Kettő darab út van az embernek. A keskeny út, a szűk kapu, ami az élethez vezet, és van a széles út, a tágas kapuhoz, ami a halálba vezet. És ez a világ útja, ez az információ, ez a tudás, ez az, ami felé dolgozunk folyamatosan. És hogyha valaki értelmezte azt, amit hallott ebben a videóban, akkor láthatja, hogy mindenki folyamatosan, állandóan erről beszél. Azért, mert valóban van egy közös erőfeszítés annak érdekében, hogy idáig eljutassák a világot. Pillanat. What, you know, what happens then? Kérdés, hogy mi történik akkor, mikor egyesülünk majd ezzel a nagy információval, a tudással egyesülünk. What is important, what is not important? Is privacy important when we're all gods? Most mondja, a magánszféra fontos, amikor mindannyian istenek vagyunk? Nem ezt mondta? Hasatán? Bizony nem haltok meg, hanem olyanok lesznek, mint Elohim, jónak és rosszak a tudói? Nem erről van szó, hogy egyesülünk az információval majd, hogy az emberiségnek az a feladata bele van építve, hogy egy új dolgot szüljön a világra, és mikor egyesül ezzel, ezzel az információval, ami a tudás, akkor majd Isten lesz, és meg fog változni a világról a nézőpontja, akkor nem úgy van, ahogy le van írva abban a könyvben. Akkor hogy lehet az, hogy a valóság azt ismétli mégis? Akkor hogy lehetséges az, hogy mégis én vagyok az, aki egy álomvilágban él? Mikor itt hallhatta mindenki, hogy ők erről beszélnek, ami ott le van írva. Ez, ahogy kinéz az a hely, ahol ők ezt az interjút folytatják. A Buddha szobortól elkezdve minden megtalálható az asztalon. Azért, mert számukra teljesen mindegy. Az összes ugyanoda vezet. A széles út az, amin járnak. És ez az, amit ők hirdetnek. Szóval láthatta megint mindenki, hogy amiről beszélek, ez az, ami történik a világban. Nem azért, mert én kitaláltam a csövön a lukat, hanem azért, mert le van írva az írásokban, és valami oknál fogva mi csak megértettük. Úgyhogy ez a dolgok állása 2018. szeptember 25-én. Egy hét múlva folytatjuk, illetve ne felejts el senki, aki jót akar, csütörtök este a Yahoo útján találkozunk, hiszen Yom Kippur kezdődik, azaz engesztelés napja, és utána az egész péntek estig folytatódik, mármint nem a live, hanem maga a nap. Azután természetesen Shabbat, szombaton, amikor szintén találkozunk 7 órakor, illetve jövő hét kedden, akik elszántak, azok pedig már felkészülhetnek lelkileg a sátok ünnepére. Én nagyon bízom benne, hogy jó idő lesz, nem is akarok erről semmit mondani, én csak Yahuában bízom, hogy ez így lesz. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és jövő héten már nem lesz dolgok állása, ugye, mert akkor mi már Tokajban leszünk, ha jól számolom. Ha csak nem hétfőn, majd meglátjuk. De jelen pillanatban ez a dolgok állása, úgyhogy mindenkinek a legjobbakat. Még annyit megtehetnétek, hogy gyorsan mindenki beírja ide, hogy mi volt a helyzet a hanggal, valamit esetleg bármit,
ami tapasztalata van, hogy tudjam. Mindenkinek a legjobbakat, Shalom és Hallelujah!